Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai nap augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe. Ebben a nemzeti ünnepben is, mint minden ilyen eseményben, az élet titkára keressük a választ. A lét és nem lét kérdését kutatjuk, az élet pezsgését figyeljük. Egyben nemzeti létünk alapjait megteremtő első szent királyunkra emlékezünk. Emellett fizikai létezésünk alapjait is megtaláljuk a felszentelt új kenyérben, amely biztosítja az élet folytonosságát. Ez a továbbélés két elengedhetetlen tartozéka, ismerni nemzeti múltunkat és bízni az élet folyamatos megújulásában. Mindkét tényező közösségi létünket szolgálja, mert az ünnepet csak közösségben lehet igazán megélni. Az ünneplők, az emlékezők, a család, a város egy egész nemzet közösségében. Évezredek tekintenek le rátok. A piramisok lábánál Napóleon mondta ezt a katonáinak. De a mai ünnepen, hogyha belegondolunk abban, hogy augusztus 20-án 2012-ben a magyar ünnepek legrégebbikét ünnepeljük, Szent László által ránk hagyományozott ünnepnapot ülünk a mai napon, akkor a évezredes idő súlyát magunkon érezhetjük. Hátborzongató belegondolni abba, hogy mögöttünk 36 nemzedék magyarja, 36 emberöltő van, és ez a 36 emberöltő azzal telt el, hogy ezen a napon mindig megemlékeztünk államalapító Szent István királyunkról, apostoli uralkodónkról, első Szent Istvánról. Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat itt Sáriban. Tisztelettel köszöntöm a dabasiakat és a távolabbról érkezetteket, fiatalokat és időseket vegyesen. És ahogy a bevezetőben elhangzott, azért is fontos ezt kihangsúlyoznunk, hogy fiatalabbak és idősebbek és mindannyian férfiak és nők, dabasiak és nem dabasiak itt együtt, mert az ünnep valóban a közösségé. Amikor ide készültem erre a mai napra, és végig gondoltam, hogy vajon mit is mondhatnék el önöknek Szent Istvánról, mit is mondhatnék el olyat, amit nem ismernek és nem tudnak. Vagy hogyan is állíthatnám be őt a mai napon egy olyan képbe, ami talán nem megszokott, akkor végig gondoltam azt, hogy az elmúlt évtizedek és évszázadok során milyen Szent Istvánt is ünnepeltünk, és leginkább az elmúlt 50 évben milyen Szent Istvánt ünnepeltettek velünk. Szent István volt az ünnepi szónokok száján a múltat végképp örökre eltörölni induló és készülő reformer. Szent István volt az ünnepi szónokok száján térdig vérben gázoló forradalmár. És Szent István volt az szónokok száján nem sokszor, hanem még többször egy olyan ember, aki a politikai hatalom megszerzése érdekében felvette a kereszténységet. Tudatosan, hideg fejjel leült egy asztal mellé, végig gondolta a jövőt, és azt mondta, hogy bizony ezt a keresztény államot nekünk meg kell alapítani, máskülönben elsöpörnek minket. Volt tehát reformer, volt tehát forradalmár, és volt ez a Szent István már egy hidegen számító reálpolitikus is. Én azonban egy egészen más Szent István szeretnék most önök elé tárni, aki se nem reformer, legkevésbé sem forradalmár, és ami még kevésbé igaz rá, hogy egy meggyőződés, hit nélküli és hitetlen és hiteltelen politikus lett volna. Kezdjük talán az elsővel. A múltat végképp eltörölni akaró reformerrel. Szent Istvánról egyetlen hiteles ábrázolás maradt meg, ez a koronázási paláston látható. A hagyomány szerint a koronázási palástot a veszprémvölgyi apácák hímezték, a feleség Gizella útmutatása és tevékeny részvétele mellett. Ezen a Szent István ábrázoláson egy kicsit elálló fülű, erősen és nagyon nagy kerek szemekkel néző határozott szakállas férfi arc az, ami lenéz, ő Szent István. Van ennek az ábrázolásnak azonban egy különlegessége. Nem beszélnek róla, nem tudnak róla, és mindezekből következik, hogy nem is nagyon tudjuk magyarázni.
Tudnillik a Szent István ábrázoláson, az egyetlen hiteles Szent István ábrázoláson, az országalmát tartó Szent Istváné bal kéznek hat ujja van. Makai Sándor történész emlékezik meg az Árpádházi királyok hatodik ujjáról. Aki, vagy ami, a történész szerint babonás hittel és tisztelettel töltötte fel a tőlünk keletre lévő kunokadész cseppei népeket, és az Árpádházi uralkodók tisztelete, a félelem és az ezzel vegyes tisztelet azért volt akkora az Árpádházi uralkodók irányában, mert hogy táltosként tisztelték őket. Mit kezdjünk mi Szent Istvánnak a bal kezével, amikor a Szent Jobbot őrizzük a bazilikában? Ez is nagyon szimbolikus. Vagyon hogyan kerülhetett egy hiteles és a Veszprémvölgyi apácák által hímzett koronázási palástra egy hatodik új? Tévedésből? Vagy csupán azért, mert a valóságot akarták az apácák meghímezni? Vagy egyszerű öltési hiba? Egyik sem. A koronázási palást egy szent ruhadarab, tele jelképpel. Az, ami arra rákerül, az nem véletlenül van ott. És ennek a hatodik újnak egyetlen megfejtése létezik. Mégpedig az, hogy Szent István tudta, hogy honnan jött. Tudta, hogy kiktől örökölte meg a hatalmát. Tudta, hogy kinek a munkáját kell tovább folytatni. Ő magára nem reformerként tekinthetett, hanem úgy tekintett, mint egy uralkodóra, aki Gézának, Taksonynak és Árpádnak az örököse. Ő, amikor trónra lépett és megkoronázták, pontosan tudta, hogy nem egy múltat végképp eltörölni uralkodóra van itt szükség, hanem egy olyan királyra, aki magyar király. Nem csak a keresztények ura, hanem minden magyarok ura. Ezért írja Koskárról szóló regényben egy határozott Szent Istváni mondatban, hogy az országom fél ország még, de én egész országot akarok. És ő tudta, hogy így, a múltat megőrizve, de meg is haladva, lehet csak minden magyarok királya. Nézzük a másikat, a térdig vérben gázoló forradalmát, aki mindenkit elsöpör az útjából, aki az összes ellenfelét kivégezteti, aki ha valaki ellene áll, akkor a fülébe olmot önt, és a szemét kiszúrja, megvakítatja, így téve az ellenfelet politikailag halott tényezővé. Igaz-e ez a Szent István kép? Érdekes az idő. 2012-t írunk, és London olimpia után vagyunk. Állítólag Londonban most divat lett az angol-magyar rokonságról beszélni. A magyar olimpiai sikerek kapcsán. De nehogy azt higgyük, hogy az angol-magyar rokonságot most találták ki 2012-ben. Szeretnének az angolok velünk rokonok lenni. Szent Istvánig vezethető vissza ez a hagyomány. A skót és angol hagyomány szerint, tudniillik, az egyik angol király, akit Vasbordájú Edmundnak hívtak, a két fiát egy trónutódlási harcban majdnem elveszítette. Ezeket az utódokat meg akarta ölni az akkor, mi úgy gondolnánk, hogy békés nyugat. Ezért elküldték Olafhoz, a svéd királyhoz, hogy végezzék ott ki az angol trónörökösöket. De Olaf, aki keresztény volt, és most kell figyelni, a kegyességéről híres Szent István udvarába Magyarországra küldte az angol királyfiakat. És ez innentől kezdve nem legenda, mert valóban Vasbordájú Edmund fia, Edmund és Edvárd a Szent Istváni udvarban leltek menedéket. És az ifjabbik király nem csak hogy menedéket nyert Szent István udvarában, hanem Edvárd, Szent István lányát Ágot átvette feleségül. És ebből a házasságból született egy skót királynő, és a skót királynő házasságából született az az angol királynő, aki aztán az első Plantagenet Henrik felesége lett. Tehát valóban van az angol királyi dinasztiában magyar vér. A kegyességéről híres Szent István udvarában. Tithmár, Merseburg püspöke, egy olyan püspök volt, aki korának a politikai nagyjait, katonáit, tényezőit nagyon-nagyon éles szavakkal illetve
Tollhegyre tűzve jellemezte a világi hatalom képviselőit. Mit ír Szent Istvánról? Azt írja Szent Istvánról itt már a krónikájában, hogy sohasem láttam még olyan embert, aki annyira kegyes lett volna az ellenfeleihez, mint ő. Úgyhogy azok a német-római krónikások, akik Szent István neve mellé nem a legyőzhetetlen, vagy a győzedelmes jelződő vigyeztették, hanem azt, hogy jámbor és kegyes, azok nem hazudtak. Szent István a maga korában egy nagyon különleges ember lehetett. Mert miközben Európa valóban térdig vérben gázolt, és a világ valóban tűzzel és vassal terjesztette a kereszténységet és építette a politikai hatalmat, Szent Istvánról a korabeli krónikák a kegyességéről emlékeznek meg. És vegyük a harmadik, számomra elfogadhatatlan Szent István képet, amit megörököltünk a múlttól, ez a hidegen számító politikus képe. Ahogy elképzeljük, hogy palotájában ül az íróasztal mellett, vagy a nagy tölgyfaasztal mellett, és tervezi, hogy hogyan szerezhetné meg ő, és tarthatná meg ő a hatalmat. Hidegen és számító módon. Ezért veszi fel a kereszténységet. Hát nem ezért vette fel a kereszténységet. És nem is ezért lett ő a magyarok királya, mert ő erőszakosan és hidegen számító módon ezt ilyen formán kigondolta. Ő egy keresztény ember volt. Ezt fogadjuk el. Az elmúlt 50 évben ezt nem akarták elfogadni. Lehet volna inkább forradalmár, vagy vérig, térdig, vérben gázoló reformer. De nem, ő egy keresztény ember volt. Ő egy hittel élő, meggyőződéses keresztény ember volt. 1018-ban, amikor a magyarok a konstantinápolyaiakkal közösen a bolgár cár városait fosztogatják, akkor egyedül Szent Istvánról írják le a krónikák azt, hogy bement a templomba és nem fosztogatta a templomot, hanem az erekélyeket összecsomagolta, megvédte, hazahozta Magyarországra, és ápolta a szentek kultuszát. Döbbenetes, ahogy a kortársak ezt az embert kezelik. Mert ő egy hittel élő ember volt. És ettől aztán ő egy nagyon-nagyon hiteles ember volt. És az, amit fölépített, ezért lehetett maradandó. És amit szerintem ezek után még itt 2012-ben végig gondolhatunk, az a következő. Keresve is alig lehet találni Európában egy olyan államot, amely 1000 éves állami múltat tud felmutatni. Szent Istvánnak a műve az nem az ő személyhez kötődik. A halálával ennek nincs vége. Ez csoda. Gondoljunk bele abba, hogy 1095-ben, amikor az első keresztes hadjárat szerveződik, ez a korának a legnagyobb, azt lehet mondani, hogy a világ legnagyobb vállalkozása volt 1095-ben. Nos, ennek a nagy vállalkozásnak a vezetésére nem mást kérnek föl úgynevezett Európa nagyjai, hanem a magyar király Szent Lászlót. És hogyha nem hal meg Szent László 1095-ben, akkor Szent László vezeti ezt a keresztes hadjáratot Jeruzsálem elfoglalására és a Szent Sír megszerzésére. Hogy lehet az, hogy egy magyar állam, ami nincs még 100 esztendős, akkora tiszteletet vív ki magának, hogy a korabeli legnagyobb keresztény vagy politikai és katonai és kulturális vállalkozás vezetésére egy magyar királyt kérnek fel? Ezzel azért kell szembesülnünk, mert sokkal többször halljuk azt, hogy mi nem vagyunk tényezők. Sokkal többször halljuk azt, hogy nekünk Európában nem osztottak lapot. Sokkal többször halljuk azt, leértékelve önmagunkat, hogy még Szent László is, ugye csak térden csúszva, könyörögte be magát ebbe az Európába. De vegyük észre, 1000-ben Európa sehol nincs. Nem létezik. Az angol király 10 négyzetméteren uralkodik. A francia király Párizst és környékét birtokolja. Nincs kész Európa. Szó sincs Európáról. Az, amit majd Európának neveznek, azt latinul úgy mondanak, hogy Christianitas.
A keresztény hitben egyesülő nyugat. És ebben mi nem becsúsztunk, hanem ezt megteremtettük. Szent István által, és az utódai által. És a magyar történelem legsikeresebb vállalkozása mind a mai napig ez. És ezért felhőtlen és nagy örömünnep a mai nap. Még akkor is, hogyha ezt nem veszük észre. Nincs még egy ilyen ünnep a magyar történelemben, ahol ilyen boldogan, ilyen felszabadultan és ilyen felhőtlenül ünnepelhetünk 1000 évet. Úgyhogy becsüljük is meg ennek megfelelően ezt az 1000 évet, és becsüljük meg ezt a mai napot, és hát ezzel a lelki, szellemi tudásunkkal nézzük meg a most következő műsort. Örömmel köszöntöm a vendégeket, látok itt szépet, fiatalt és méret. Szép ünnep van itt készülőben, fel is öltöztünk idejön. A legénynek fiszket már a talpa, hogy a sok szép lány mind megforgassa. És önöket pedig tisztelettel arra kérem, hogy a műsorunkat figyeljék szépen, és ha tetszett gyerekeket, ne sajnálják a gyerekeket, tapsol biztosság. Az a basi legények, nem legények, szegények, ha a lányok akarják, kötény alá takarják. Ad a basi lányoknak, nincs szoknyájuk azoknak, ugyanhogy a mentőbe járnak azok kendőbe. Ad a basi legénynek, nincs nadrágja a szegénynek, ugyanhogy a butába járnak azok gatyába. Tehre tettem puliszkát, azért nőttem ekkora. Részem sípes, sül a rendes, ez a legény, jaj de csempes. Aki minket kinevet, egye meg az egeret. Zlata brána, ott vorená, zlatým kľúčom, podoprená. Dodonyej vojde, jablčko najde, čije ona, čije on, nepustím ho z brány von. Vák, vák, vakula, nyekol, nyemjázza, gyúra.
ale pojem zajánika, to mi kupi medovnika. Kvek, kvek, kvapula, ne pojem ja za djura, ale pojem zajánika, to mi kupi medovnika. Thank you.
történelem arra tanít, hogy meg lehet szerezni valamit erővel, de nem lehet fenntartani erőszakkal. Kard szerezte meg a hazát, és kereszt tartja fenn. Ezt az aranyszabályt állította példaként Szent István királyunk. Látta a szükséget, és orvosolta is azt. Látta a tudatlanságot. Szerzetes sendeket hívott hazánkba, akik a gyermekek lelkébe a tudás fényét lopantották. Látta a pogányság ürességét. Templomokat építetett, zárdákat alapított. Szent István törvénybe iktatta a nemzet fennmaradásának feltételeit. Szeressétek a néphivatott vezetőit, szeressétek a nemzetiségeket. Igaza volt, mert törvényei nyomán 1000 éve élünk. Időkben keletkezett, latin nyelvű Hymnus krónikásének magasztaltai Szent Istvánt. István királyunk sírját 1038. augusztus 20-án szentté avatásakor nyitották fel a székesfehérvári bazilikában, és az egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként. Hát róla az engem most a lelkesének, Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved és a földsava, s ő volt a ma bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál, midőn megvíratt napunk hajnala. Béke veled Krisztus választottja, megparancsolom, hogy szűnjenek meg gondjaid. Ő az útól választott királyoknak egyike lesz, a földi élet koronáját, majd az örökkévalónak fogja felcserélni. Mind a mellett a lelki követségben, hozzád küldendő férfit tisztességgel fogad, ha befogadtad, megtiszteljed, rettegve a fenyegető kárhozattól, és elragadva a kiapadhatatlan remény szerelmétől, mely meg nem téveszt. Intelmeit hűséges szívvel, nem szillált helyesléssel hallgasd. Közben megszületett a fejedelem Istentől megjövendőlt fia, akit a próféta szerint ismert az Úr, még mielőtt a mélyben megfogant volna. Ezt Isten kedveltje Adalbert püspök hite őszinteségért a keresztség fehér ruhájába öltöztette, és lelki gyámola lett. Akkor az István nevet kapta. Hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami István a görög nyelvben, koronázott a latin beszédben. Régen volt, itt ott 1000 éve, hogy hazánknak le van szírt alapja téve. Régen volt, de igaz, lett legyen bár régen, hogy egy fényes csillag tündöklött az égen.
egy holló az éle szállt pápa ablakára, s koronát álmodott a magyarok számára. Eljött a szentfövek, teljesült az álom, hogy ez a legméltóbb halántékra szálljon. Nem tétován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze, míg port kavar és szilaj kedvel nyargal, a forró puszták zendül összele. Bölt szemmel néz a fényes távlatokba, s pillantásával féltően átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Kegyes sugjával törvényt ír, keményet, hogy megkösse a rónák vad korát, szőlő teremjen és kenyér, fehérebb, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelítség, aranyszív, mely eltékozója kincsét, hogy új szívekbe ragyogjon tovább. Az államalapítás 1000-ben első Szent István király személyéhez fűződik. Első István Géza fejedelem és Neje Sarolta fia. 995-ben nőül vette II. Szent Henrik bajor herceg nővérét Gizellát, akiben magához hasonló buzgóságú élettársat nyert. 997-ben apja halála után kezdett uralkodni. 1000-ben Szilveszter pápától kapott koronával királlyá koronázták. Fő feladatának tekintette a magyar nemzet megtérítését és államának nyugati értelemben való megszervezését. Mindkét célját elérte nem csekély küzdelmek árán. 1083-ban az országos zsinat szentté avatta, amit a pápa is megerősített. Szent István volt az, aki a földművelésre való átvezetés és a kereszténység felvétele után erős államot szervezett. A magyar nemzet nagy ünnepséggel üli meg augusztus 20-át, Szent István napját és a hozzáfűződő államalapítást. Sötét koresz barátaim, szörnyű rabságból ébredünk, s átallunk szabadságért küzdeni. Ó, Szent István király, a te csatáid jobbak voltak. Karddal a kard ellen, hogy a magyar öv galamként üljön a szentek vállán, s hordja az Isten postáját. Hol vagy István király? Bölcsvesszőt kellene. Balgán mentünk el, és Csonkán jövünk meg. Gyász, magyarok! Magyar népünk áldott szentje, ezer évünk drága kincse, hozzászólunk István király, országodért imádkozzál. Életedben igaz voltál, mindeneknek példát adtál, óvjon minket erős jobbot, magyar néped legyen. Az Úr Szent István királynak. Volna-e hőfiam valamilyen vágyad? Volna, Uram, egyetlen kérés a szívemnek. Engedd látnom újra országom s a népem. Az Úr szomorúan nézett Szent Istvánra, hagyta, hogy meglegyen az ő kívánsága, és ahogy lenézett, sötétséget látott, aztán megpillantott egy apró világot. Ó, Uram, így fentről oly kicsinek látszik, nem lehet, hogy csak a képzeletem játszik? Szól az Úr, sajnos nem. Országot széttépték, azóta a magyar ezersebből vérzik. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könyvben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni.
Tanítsd szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj rám, ne fordítsd el orcát, hiszen a mélységből kiáltok fel hozzád. Szent királyunk, felsír hozzád tépet szívű Magyarország. Légy velünk, régi, jámbor népedet, támassza fel szent kezed. Szent királyunk érdemért, rajtunk tartott szent kezéért, megbocsát, megbocsát, s minden régi jót megáld, Szent Istváni szép hazát. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Segítségünk az Úr nevében! Uram, hallgasd meg könyörgésünket! Az Úr legyen veletek! Könyörgjünk! Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként eléd hozzuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá fiad, jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Thank you.
Televízió. Önökért vagyunk.